Tisztelt Hölgyeim és Uraim, először is nagyon szépen köszönöm ezt a meghívást. Elhangzott az, hogy az ellenállásnak Magyarországon nincs gazdája, és csak ugyan a legutolsó ezzel kapcsolatos összefoglaló igényű kötet, amit el is hoztam, 1987-ben jelent szerintem meg. Egyébként ebben Mód Alárárnétől Vásárhelyi Miklósig különböző személyek írtak szócikkeket, amelyek hát nem problémamentesek, de hogy miért nem, arra azt gondolom az előadásom is némileg reflektálni fog. Hozzá kell tennem azt, hogy ez az állapot szerintem nem fog így maradni sokáig, hogy ennek a témának nincs gazdája. Biztos vagyok benne, hogy nagyon hamar lesz. És pedig azért is lesz, mert a Nemzeti Együttműködés rendszere minden előző kormánynál több történésznek adott állást, igaz, néhánytól el is vett, de sokkal többet adott. Én összeszámoltam egyszer, és egy 100-as szám jött ki, hogyha az összes alapítást összeveszem. És amit már hallottunk arról, hogy milyen kiegészítések kerülhetnek esetleg a német megszállás emlékműre, ez jelzi igazából az irányt, amelynek, és erről szólna előadásom egyébként, van egy racionális magja is, és ilyen szempontból talán mégis kár, hogy a tüntetőként nem jöttek be ide, hogy engem most meghallgassanak. Először is annyit mondanék, hogy az ellenállással kapcsolatosan az, hogy mítoszok, legendák és tévhitek léteznek, ez nem egy magyar jelenség, az ellenállás majdnem mindenütt egy súlyos probléma. Súlyos probléma azért, mert nagyon gyakori az, hogy az ellenállók korábban tömeggyilkosok voltak, vagy később tömeggyilkosok lettek. Tehát ez nem egy magyar sajátosság, hanem utalnék itt a Baltikumra, ahol a balti államok jelenleg is átnyúló komoly problémáját jelenti, hogy nemzeti hőseik, akik adott esetben 1955-ig küzdöttek az ottani erdőkbe, egyébként 1941. júniusában részben hát önként vagy némi német segítséggel pogromokat szerveztek, és saját magukat litván zászlóra állva fényképezkedték egy tömeg hullahalom tetején például. Tehát ez a két dolog ott is nehezen választódik külön, illetve hát Észtországban az ellenállás egyik szimbóluma az SS egyenruha, hiszen az ő nemzeti hadseregük először, de a világháborúban az SS színeibe valósult meg, és ez nyilván teljesen mást jelent egy átlag észt állampolgárnak, mint mondjuk egy lengyelnek. Ebből adódóan azt gondolom, hogy nem szabad azt az elvárást támasztani egy ellenállással foglalkozó vizsgálat kapcsán, hogy itt valami teljesen steril és csak fehér vagy csak fekete eredmény keletkezne. Ennek ellenére azt gondolom, hogy mondjuk a lengyel és magyar viszonyokat össze hasonlítva mégis vannak fajsúlybeli különbségek, amik teljesen nyilvánvalóak, de azért el kell mondanom. Egyrészt a lengyel ellenállás ugye egy teljesen nyilvánvaló toposz, ami komoly problémát jelentett a német megszálló hatóságoknak. Tehát ha volt ország, ahol az ellenállás mint olyan, az egy tényező volt, akkor az elsősorban Lengyelország. A Szovjetuniót azért se számolnám, mert a Szovjetunióban nyilván sok ellenálló volt, de ha azt vesszük, hogy a Stalingrádot védő német hadsereg 35%-a vagy 40%-a szovjet állampolgárokból állt, akkor ez némileg úgy relativizálja, hogy most kik ellen is küzdöttek azok a szovjet partizánok. Nagyon nagy részt az ő háborújuk az tekinthető részben egy polgárháborúnak is, bármennyire is szörnyű körülmények között zajlott. Az olasz vagy a francia ellenállás különböző hazugságai és mitoszai az utóbbi időben egyre nagyobb hangsúlyt kapnak, de mondjuk a lengyel ellenállás tényleg egy ilyen tiszta történet, ahol az Armia Krajova van az egyik oldalon, lefedve a lengyel lakosságnak egy messze túlnyomó többségét, a kollaboránsok száma rendkívül csekély, és mondjuk a 44-ben aztán, amikor megjelenik az Armia Ludova, azaz a szovjetek által támogatott lengyel hadsereg, hát az egy viszonylag csekély támogatást élvezett a lengyel lakosság részéről, olyannyira, hogy ott is az 50-es évekig tartott úgymond az ellenállás részbe átmenet nélkül. Magyarországon ugye semmiféle ilyesmiről nem beszélhetünk, sőt, a számomra a legmegdöbbentőbb bizonyíték annak, hogy az ország lakosságán belül mennyire nem volt erre igény, azt igazából már egy háború utáni esemény mutatja. 1945 nyarán a szovjet hadvezetés azokat a
német hadifoglyokat, akik munkaképtelenek voltak, egész egyszerűen haza kívánta zavarni, még papírt se adott nekik, és így esett, hogy a keleti pályaudvar mellett ott hagytak például egy 9 vagonos szállítmány tele német hadifoglyokkal egy hétig, nem is látták el őket. Ezek az emberek aztán az első két nap után a helyi magyar lakosságtól kaptak ellátást, meghívták őket a lakásokba, mosakodhattak, fürödhettek, kimosták a ruháikat és ápolták a magyar asszonyok a sebeiket. Ami egyrészt természetesen egy nagyon nemes gesztus, pláne egy olyan hadsereg tagjaival szemben, akik azért mégiscsak kevesebb, mint 6 hónappal korábban részben, legalábbis 50%-ban dromba döntötték a magyar fővárost, így azoknak a lakásait is talán, akik itt segítenek nekik. Azt se tudtam természetesen kizárni, hogy akik segítettek nekik, azok korábban ellenállók is lehettek, ez is lehetséges, de mégis mutatja azt, hogy egy olyan típusú német ellenes tömeghisztéria, vagy tömeggyűlölet, utálat, ami mondjuk Lengyelországban vagy Jugoszláviában lett volna, arról Magyarországon szó se volt. Illetve volt, csak nem így, ami megint egy elég kínos történet, és erről fogok mindjárt beszélni. De előtte definiálni kellene, mit nevezünk itt ellenállásnak. Van egyszer az embermentés, ez azért alapvetően egy fegyvertelen történet, itt papírokat hamisítanak, dugdosnak embereket, van az egyéb típusú passzív ellenállás, amikor nem fizetik be az adót, elbújnak, ki akarnak bújni a háború alól, kárt tesznek az ellenségnek, úgymond, de nem fegyverrel, és van úgymond az aktív és fegyveres ellenállás, ami felvállalja azt, hogy itt puskával a kézben fellépnek a német és adott esetben az velük együttműködő nyilas hatóságokkal szemben. Ez utóbbi csoport a legkisebb, ezt a legkönnyebb áttekinteni ilyen szempontból, és ami nagyon érdekes, hogy ez utóbbi csoport elsősorban Budapestre koncentrálódik, tehát nagyon feltűnő az ellenállási eseteknek úgymond az országos eloszlása. És ha összehasonlítjuk mondjuk 1956-tal, akkor is persze nagyon sok minden történt Budapesten, és az ellenállás leglátványosabb helyszíne nyilván a Korvin között kilőtt harckocsikkal, de azért van egy óriási különbség, nevezetesen az, hogy 56-ban a magyar lakosság minden szegmense a Hollós Ervin által pesti csőcseléknek nevezett tényleg nagyon egyszerű proletároktól kezdve, az írókig ebbe az ellenállásba részt vett ki a saját eszközeivel, meg néha máséval is. Ezzel szemben 1944-ben a magyar társadalomnak ez a teljes vertikuma nem vett részt az ellenállásba, és nem csak arra gondolok, hogy tehát nem vett részt. Most kik voltak az ellenálló csoportok Magyarországon? Ezt nagyon durván három csoportra lehetne osztani, ugye a legkisebb a kommunista, mint azt már hallottuk, a kommunistából is ugye a 90%-át a Demény frakció tette ki, tehát ez nem tévedés, hogyha azt veszük, hogy a moszkovita kommunista ellenállók száma az egy százas nagyságrend alatt van, méghozzá jóval, annál is inkább, hogy ők a pártutasítás szerint inkább vissza is vonultak és átengedték a kockázatosabb feladatokat másoknak. Van a második csoport, ez úgymond a polgári ellenállás, és van a harmadik, az az ellenállás, amelyik alapvetően antiliberális, antikapitalista, nacionalista, tehát rasszista alapon szerveződik eredetileg. És itt egy csomó nagyon kínos kérdést kell feltenni, mert hát Balcsizsinszky Endre ugye a legszebb példa arra, hogy milyen problémákkal állunk itt szemben. Nyilván a mi lett volna ha kérdése történelmiekkel mondhatják önök, de én mégis úgy felteszem a kérdést, hogy a szegény Balcsizsinszky Endre, aki mártír halált hal ki, vita nélkül a legbátrabb magyarországgyűlési képviselő, aki egyedül nem csak hogy pisztollyal fogadja a rátörő gestáposokat, hanem még be is jelzi azt, hogy mikor, hol, milyen találatot kapott saját testén, különösebb jajkiáltás nélkül. Tehát egy szent emberről beszélünk sok szempontból. Azért mégis ez a Balcsizsinszky Endre olyan embereket nevelt fel, olyan tanítványai voltak, mint mondjuk Endre László, akivel még 1940-ben is, amikor állítólag Balcsizsinszky Endrének már javába az antifasiszta korszaka tart, a kedves Laci megszólítású leveleket váltja, és ez az 1940-es levél, amit egy könyvbe idézek is, arról szól,
hogy mennyire örülök annak, hogy te is végre kimondtad, hogy Magyarországot nem csak a zsidó érdek fenyegeti, mert hogy a svábok azok is túl sokan vannak, és akkor faji statisztikákat ígér Endre Lászlónak, hogy bebizonyíthassa, hogy a sváb túltengés és sváb előzönlés ellen nekünk igaz magyaroknak lépni kell. Ha Balcsizsinszky Endre 1945 nyarán élt volna, nagyon kíváncsi vagyok, hogy a magyar svábok előzése kapcsán milyen vélemény nyilvánított volna. Mindenki nagy szerencséje, hogy szegény ezt nem élte meg. De mások megélték, és éppen ezért, hogy is mondjam, ez a felvetés egyáltalán nem felesleges, de mielőtt tovább mennék, azt kell mondanom, hogy a három csoportból messze a legnagyobb az, amelyik eredetileg, vagy nem csak eredetileg, hanem később is nacionalista, rasszista, antiliberális és antikapitalista alapon szerveződött. Tehát olyan típusú ellenállást, aki azért állt ellen, mert egy piacbarát parlamenti demokráciát kívánt volna meghalósítani annak nyugat-európai értelmében, olyat alapvetően nagyon-nagyon nehezen fogunk találni. Ezeknek a száma, akik ezt szerették volna, rendkívül csekély. Hozzá kell tennem, természetesen az ellenállás alapvetően nem arról szólt, hogy mi legyen majd később, hanem arról, hogy mi ne legyen most, és ilyen szempontból meg kell engedni az embereknek azt, hogy korábbi nézeteiket megváltoztassák, mint ahogy arra is utalnom kell itt, hogy például az antifasiszt ellenállók között három volt nyilas parlamenti képviselő is volt, és csináltam statisztikát arról, hogy a nyilas képviselők és képviselő jelöltek közül hány van olyan, aki 1944-ben részt vesz fegyveres atrocitásokba, és hány van olyan, aki zsidókat ment, az utóbbi szám nagyobb. Méghozzá lényegesen nagyobb, háromszorosa. Aki pedig fegyveres ellenállásba vesz részt, az három fő, ebből az egyik, nevezetesen Jand Lajos, még ebbe a könyvbe is bekerült, igaz, hogy hát rendkívül hiányos és töredékes információkkal. Jand Lajos egy ősnáci, tehát 1932-től ott van majdnem minden magyar szélsőjobboldali párt körül, mint szervező, egy orvosról beszélünk, aki 1944-ben már fegyvereket szállít Jugoszláviából Magyarországra, betegeket bújtat el, partizánokat ápol, és különböző dolgokban részt vesz. Többek között egyébként még Bauer Miklóssal is indirekte egy csoportba tevékenykedik, és itt hogy is mondjam, utak összefutnak, mondhatnám én, meg szét is válnak. Ugye Bauer Miklós, aki egy közismert személy, hiszen a médiában, mint az ávós szörnyetek szerepel, aki kínzásokkal gyilkolja meg áldozatait, lásd Ries István vallatás, ami csak ugyan ténykérdés, hogy ezek a kínzások megtörténtek. Azt soha nem hallottam még a médiában, hogy a történet azért nem itt kezdődik az ő esetében, hanem ott, hogy ez az ember 1944-ben Veres Pétertől kezdve rendkívül sok más embernek hamisít papírokat, illegális újságot ad ki, és embereket ment. Igaz, hogy ő nem fegyveresen. Mik ennek az ellenállásnak az előzményei? És itt két úgymond politikai, illetve szellemtörténeti előzményt kell megemlíteni. A politikai az kommunisták szempontjából az, hogy a Komintern 1935-ös utasítása az előírta azt, hogy a kommunistáknak mindazon országokba, ahol a helyzet forradalmi irányú haladása várható, be kell lépniük a szélsőjobboldali szervezetekbe, hogy azokat belülről is bomlasszák. Ezt általában, különösen most az orosz történetírás nem igen veri nagy dobra ezt a határozatot, és 89 előtt se foglalkoztak vele, de tény és való, hogy a nyilas pártba a akkori kommunista mozgalom egy nem jelentéktelen része belépett, sőt, akik beléptek, azok a nyilas párt ideológiai vezetői lettek. Ez egy nagy különbség a 45-ös helyzettel, ahol a kis nyilasok nem tudtak ideológiai vezetők lenni a kommunista pártba. Egyáltalán ezzel szemben viszont fordítva a Kassa és Halmayer csak egy példa, Péntek Istvánt is mondhatnám, aki végig ideológiai vezető volt, vagy Párkányi Istvánt és másokat, akik szintén egészen magasra juthattak, és ez a bizonyos kommunista pártutasítás lehetett részben annak is a hátterében, hogy Donát Ferenc, Zöld Sándor, Kállai Gyula és mások például a szélsőjobboldali diákszervezetekbe beléptek. Ugye Magyarországon 1944 előtt az egyetemeken alapvetően a keresztény nemzeti mozgalom volt az uralkodó ideológiai irányzat, és a
Turul, illetve az Amerikána Bajtársi Egyesületekbe szerveződtek ezek az emberek. Ezek általában rendkívül harcos, szélsőjobboldali antiszemita szervezetek voltak, de nem mindig, ugyanis voltak olyan szituációk, amikor a Turul, pont a Turulon belül bal és jobb oldal egymás mellett ült, és van, amikor az egyik, van, amikor a másik fél kezében volt az irányítás, ezt többen kutatják, hallatlan érdekes dolog. De tény is való, hogy ilyen szempontból a magyar ifjúsági diákmozgalmaknak van egy hallatlan kétarcúsága. Ezt a kétarcúságot legjobban ilyen élettörténetekkel tudnám illusztrálni, akit például mindenképp megemlítenék, Janikovszky Béla. Janikovszky Évának ugye a férje. Janikovszky Béla története úgy kezdődik, hogy a Csaba Bajtársi Egyesület egy radikális, szélsőjobb antiszemita tagjáról van szó, aki aztán a baloldal befolyása alá kerül ezekbe a bajtársi egyesületekbe, és igazából átáll, majd részt vesz a Maródféle partizán csoportba, ez a Padányi Mihályféle csoport, Gömbös szobor felrobbantása, és hasonló fűződnek a nevéhez, majd 1946-tól az államvédelmi osztályparancsnok a Szegeden, és később az egyik legfontosabb ilyen koncepciókészítő, kifejezetten szadisztikus vonású tiszt, aki miután nem fizeti az első felesége gyereke után a tartásdíjat, és a feleség panaszt tesz, a gyereket meg a feleséget elraboltatja, ekkor már Janikovszky Évával együtt él, és a feleséget a Lipót mezői elme otthonba szállítatja, tehát egy igazán sajátos emberről beszélünk. Hát ő is ugye egy partizán, akibe tehát minden megtalálható szinte eszenciálisan, ami problémaként az ellenállás kapcsán egyáltalán felmerülhet. 1945 után ugye nagyon komoly probléma volt, hogy miután nem létezett ellenállás, de volt rá igény, ezért ezt kreálni kellett, és ennek során el kellett hallgatni azt, hogy az ellenállás nagy része az nem, hogy nem kommunista, hanem nem is polgári alapon volt ellenálló, hanem alapvetően ezt az említett nacionalista, rasszista vagy antiliberális kört képviselte. Ez 1956 után változott, akkor a munkásmozgalom panteonjának alaksora megnyílt bizonyos mértékig természetesen csak és csak bizonyos emberek számára, de Bajcsy Zsilinszky Endrének ekkortól lehetett valamilyen kultusza, de itt, aki azt gondolná, hogy a Bajcsy Zsilinszky sorsa az egy egyedi, akkor csak néhány nevet mondok. Az önök által valószínűleg jól ismert Fitos Vilmos például, Baráti Huszár Aladár, aki a Horthy korszak egyik meghatározó személyisége volt, többek között a Törzsőkös Magyarok Egyesülete, a Tudáni Vadászok Egyesülete, a Szellemi Honvédelem egyik aláírója, aki Schönherz Zoltán védelmébe is elment tanúskodni, tehát a keresztény felső középosztálybeli státuszához képest úgy gondolom, hát ezzel többszörösen is Rubikont lépett át. Vagy Lendvai István, aki ugye fajvédő újságíróként kezdi az ő karrierjét és pályafutását, és antifasisztává válik. Tehát ez egy nagyon jelentős kör, és a keresztény középosztályban igazából ennek a körnek van még egy valamilyen támogatottsága, nem is annyira kicsi egyébként. És ennek a körnek vannak bizonyos nyúlványai és átfedései, meg kapcsolatai elsősorban azzal a körrel, azzal a társasággal, akiket mi népíróként ismerünk, hiszen a népírók műveinek fő fogyasztói, legalábbis majdnem mindegyikük ezeket a műveket nagyon jól ismeri, és nagyon nagy hatással is van rájuk. Mindeközben azonban itt óriási, hogy is mondjam, szellemi zűrzavar is van ezekben az emberekben, és akkor egy... felolvasnék önöknek két életrajzot, ugyanarról a szeméről, Zsapka Kálmánról, nem tudom, hogy a név kinek mond valamit, először az 1987-es lexikonból. Azt mondja. Színész, filmproducer, ellenálló, kisegítő, karhatalmi századparancsnok. Színésznek készül első világháborús frontkatona, 1919-ig szolgál. Turul szövetségnek kezdett fogva tagja, nacionalista fajvédő nézeteket val. 38-39-ben a Rongyos Gárda tagjaként részt vesz a kárpátai a megszállására előkészítő akciók szervezésében. Második világháború kitörése Lengyelországban éri, ahol a lengyelek megsegítésére szabad csapatot szervez. 41-ben szakít a Turul szövetséggel, egyre világosabban ismeri fel a náci veszélyt. 44. szeptember végén a Nemzetvédelmi Szövetség égisze alatt megkezdi a nemzetőrség majd novemberben a Kiska 14/2-es század szervezését, és annak parancsnoka lesz.
alakulatát az ellenállási mozgalom rendelkezésére bocsátja és elősegíti a Vörös Brigád szervezését. Védelmezi a kerület létesítményeit, menti az üldözötteket, Gestapo letartóztatja. Súlyosan bántalmazzák, egészsége megrendül 50-től haláláig, ami 1970-ben volt, nemzeti gondozottként él. Ugye itt már kezdődő politikai erjedés termékénél vagyunk ennél a könyvnél, tehát így felsejlik az, hogy Zsapka Kálmán élete nem teljesen problémamentes, mert hát aki azért 1938-ban rongyos gárdista, vélhetően nem egy teljesen szélső baloldali személy. Hogy néz ez ki? Az általam szerkesztett búvópatokok kötetben a jobb oldal és a magyar állambiztonság témáját tárgyalja, Széchenyi András írt egy tanulmányt, ahol Zsapka Kálmánról a következő áll. Zsapka a Turul Szövetség Szépműves Céhének örökös vezére volt. A szövetségen belül a legszélsőségesebb zsidóellenesség, a fajvédő nacionalizmus és az elszánt németellenesség megtestesítője a két világháború között. Zárójel, tehát itt is látják két frontos harc, zsidók és németek, mint a magyar életet métejező veszélyek. Azok közé tartozott, akitől távol állt minden modernizáló eszme és törekvés, görcsösen ragaszkodott a Horthy korszakbeli genezis akkora már korszerűtlen, vagy legalábbis széles körben modernizált szélső jobboldaliságához. Zsapka nyilvánvaló és itt nem részletezhető népszerűsége dacára, mert a 30-as évek derekára elszigetelődött a Magyar Élet pártjával szoros kapcsolatba álló, mérsékeltebb országos vezetésétől, de a Fitos Vilmos fémjelezte baloldali ellenzéktől is. Mindenek előtt részese volt a rongyosgárda reaktiválásának, sőt exponálta magát annak zsidóellenes terrorcselekményeibe, ez ugye kimaradt valahogy ebből a lexikonból, és a felvidéki partizánharcokban is. Zsapka azok közé a fajvédők közé tartozott, akit a német ellenesség vitt az antifasiszta állók közé. 45-ben egyebek mellett több tucat zsidó személy megmentésébe is részt vett. Annyi bizonyos, hogy az eszméjét és személyiségjegyeit tekintve korán sem egysíkú Zsapka a II. Világháború után igyekezett meghúzni magát. Mint egykori rongyosgárdistát és turulvezért az új rendszer nem igazolta, verseit nem adták ki és filmes munkái is tiltólistára kerültek, ő maga pedig alkalmi munkákból tengődött, helyzetével azonban meglehetősen elégedetlen volt, hogy nyíltan, hol burkolt formában, de rendszeresen kifejezte nem tetszését a demokráciával, majd a zsidó uralomnak titulált szovjetizáló rendszerrel panaszkodott rossz anyagi helyzete miatt. És 45-ben a kitelepített sváb lakosok néhány ingatlanját szerette volna megszerezni, arra hivatkozva, hogy partizán volt, de nem kapott semmit. És aztán egy ilyen összeesküvési ügybe került bele, mert a Ripacs Tanya nevű vendéglőbe több barátjával rendszeresen beszélgettek, de végül is csodák csodája, újra hosszabb börtönbüntetést már nem kell elszenvednie. Tehát ez a Zsapka történet ilyen szempontból szerintem nagyon szép, mert mutatja azt, hogy azt a kognitív diszonanciát, amelyet önök feltetően éreznének, azt nem föltétlenül érezte mindenki 1944-45-ben, amikor ellenálló lett. És akkor itt tulajdonképpen már nagyon rövid leszek, én csak, hogy illusztráljam azt, amitről az egész kis előadás eddig tartott, csak néhány példát mondanék ezekre a partizán csoportokra, hogy kik voltak, mit akartak, hogy ismét egy klasszikust idézzek. Ugye a kommunista partizán csoportok alapvetően ez 3, illetve 4, a Marolt, a Szír és a Laci csoport, valamint az újpesti partizán csoport, amelyek úgy többé-kevésbé jelentősek, de a többé-kevésbé azt annyiból azért hangsúlyozni kell, hogy maga a német katonai vezetés azért nem szenvedett ettől olyan nagyon nagy mértékben. Tehát én nagyon sok német katonával beszéltem, de korábban is készültek erről feljegyzések. Van, ahol megemlítik azt, hogy magyar partizánok is lőttek ránk, de hogy alapvetően, érezhetően nem okozott problémát a magyar partizánok jelenléte, amire jellemző a Szabó Miklósnak a nemrégiben kiadták a kötetét, ami a, jól emlékszem, az a címe, hogy a jó kommunista az együtt ingadozik a párttal, vagy valami hasonló. Ebben van egy a cukor, porcukor akció című metafora, hogy a legnagyobb antifasiszta ellenállás valójában az volt, hogy porcukrot öntöttek a német harckocsiknak, meg járműveknek a benzintankjába, ami tönkretette a motort. Ez egyébként tényleg így volt, én is beszéltem olyan német katonával, akinek emiatt robbant le a harckocsija. De ugye ez úgy nagyjából
az, ami így tömegesnek nevezhető. A Zsabkap Kálmánról már volt szó, volt egy keleti jövőcsoport is, amit egy Füries Sándor nevű százados vezetett, neki az unokája az, aki a Ludovika kapcsán jelenleg kormánybiztos. Itt ennél a csoportnál látjuk azt, ami egyébként egy nagyon jellemző történet, hogy ezeket az antifasiszta ellenállókat, akik egyébként politikailag nem föltétlenül különösebben aktívak, mert Füries Sándornak a politikai nézeteiről én nem tudok szinte semmit se, az is igaz, hogy itt csak ugyan ezt nem is kutatta eddig szinte senki. Tehát előbb-utóbb ezt a munkát el kell valakinek végezni. A lényeg az, hogy ezek az emberek alapvetően gyanúsak voltak a szovjet szerveknek, bár ez a csoport lebukott 1944. november 10-én már, és elég sok embert letartóztattak, de a nyilasok ezeket aztán elengedték. A szovjetek már nem voltak ilyen liberálisak, így a Füries az 48-ban a gulágon pusztult el. Van köztünk, itt ül Vitányi Iván, ő talán tud majd a Murai csoportról beszélni, ami szintén egy fontos ellenálló csoport. A legtöbb ilyen ellenálló sejt egyébként az a kisegítő karhatalomra szerveződött rá, ami egy ilyen nemzetőrség jellegű szervezet volt, könnyen lehetett fegyverhez jutni. Volt Szentgyörgyi Albertnek és Várnai Zseninek is egy csoportja, az elég jelentős lehetett volna, de itt is az történt, mint majdnem minden más, hogy lebuktak, ugyanúgy, ahogy a Kis János Tarcsai féle szervezkedés is, és ezek miatt a lebukások miatt nem is volt tulajdonképpen igazából kifutása a fegyveres ellenállóknak. Tehát biztos, hogy a Kis János féle szervezkedés, hogyha sikeres, akkor egyrészt Budapest ostroma, mint olyan, nem tart ilyen sokáig, és fegyveres ellenállás lesz, de egyrészt úgy látszik a magyar titkos rendőrség professzionálisabban dolgozott, mint ezek az összeesküvők, és úgy látszik nem is volt elég idejük, tehát majdnem mindenki lebukott. Megemlíteném még Magyar Szabadság Mozgalom, ez egy nagyon ritka eset akkor, amikor tényleg úgymond a Szent Györgyhez hasonlóan ilyen tiszta emberekkel találkozunk, ez ugye a legritkább. Piski Schmidt Frigyes, aki egy szociáldemokrata volt, és aztán 47 után emigrált is, és az állambiztonság később is bomlasztó nézetei miatt külföldön is ellenőrzés alatt tartott, tehát a szegény Stolár Béla, aki mártír halált is hal, amikor fegyveres tűzharcban életét veszti, és 22 társával, azt hiszem. Van két zászlóaljunk, a Görgei és a Táncsics zászlóalj, de itt igazából ezeknek a zászlóaljaknak a fegyveres ellenállási tevékenysége azért nagyobb részben áll abból, hogy az emberek a harcból és a behívásból vonják ki magukat, mint abból, hogy föltétlenül partizánok. Ezt úgy kritikusan meg kell itt jegyezni, bár voltak partizán akcióik is, tehát ez is előfordult. Van a Magyar Hazafiak Szabadság Szövetség, ami nagyon szépen mutatja ezt a problematikát, amire utaltam az antifasiszta panteon alaksora, illetve a rasszista ellenállás, ugyanis ebben kik vannak benne. Egyrészt a Teleki Pál munkaközösség tagjai, a Revíziós Liga, a Turáni Vadászok Egyesületének szintén tagjai, Báró Aci Lede az egyik vezetője, aki ugye a fegyverszeti tárgyalásokban is részt vesz, Csomós Miklós a másik, a Csomós, aki a Nyilaskeresztes párt pártigazgatója volt 1938-ban, és azért lépett ki, mert túl sok idegen fajú egyént talált a pártba, és ez mérhetetlenül zavarta, illetve tovább megyek, azért lépett be egyik rokonommal, Ungvári Sándorral együtt, mert azt a feladatot kapták a magyar közösség részéről feltehetően, hogy ezt a akkor nagyon konjunkturálisnak tűnő szervezetet hogy lehetne átállítani a népi mozgalom oldalára, de ez ugye csődöt mondott. És ugye Dudás József, aki ezeknek az 56-ban is egy komoly szerephez jut, ő is tagja ennek az ellenállási csoportnak. És akkor utoljára, és ezzel be is fejezem kicsit hosszú nyújt előadásomat, cionista ellenállást kell megemlítenem, amely úgy járt, mint az auschwitzi, buchenwaldi és más koncentrációs, illetve haláltáborok asztaltársaságai, hogy 45 után igen hamar betiltották. Pedig ez a cionista ellenállás, bár nem úgy, mint Varsóban, de viszonylag sikeres volt, tehát például 44. december 27-én a főutcai gestápó börtönből 97 foglyot ki tudott szabadítani. Minek nevezzük azt a típusú fegyveres ellenállást, amikor valaki a másik fél ruháját veszi magára és fegyvereivel megjelenik, bár egy lövésre ad le, de mégiscsak hát 97 embert megment. Ezzel zárnám is ezt a rövid áttekintést.
és azt a gondolatot adnám igazából belőle tovább, leginkább, hogy amint említettem, az ellenállás, mint mítosz, ez mindenütt igényli azt, hogy kritikus szemmel tekintsenek rá. Az, hogyha semmilyen szemmel sem tekintenek rá, viszont ha nem kutatják, azt gondolom, az egy még nagyobb hiba. Köszönöm szépen a figyelmüket.